Ez az új bátaszéki művelődési ház terve. A városi önkormányzat minden képviselője egyetért abban, szükség van a város kulturális tereinek újragondolására, ám ehhez elengedhetetlenül fontos a jelenlegi művelődési ház átépítése. A város már letett eredeti tervéről, nem építenek új helyen új művelődési központot, mondta Bozsadik Róbert polgármester. A városban szükség van egy olyan közművelődési térre, ami magába tudja foglalni a művelődéshez, szórakozáshoz és civil szervezetek kiszolgálásához szükséges helyiségeket, és magába tudja foglalni azokat a közgyűjteményi feladatokat is, gondolok én itt a Városi Könyvtár által ellátott feladatra, ami egy 21. századi kisvárosban szükséges, hogy egy kicsit korszerűbb feltételek közé kerüljön. Amennyiben megépül az új intézmény, ebben kap majd helyet a Városi Könyvtár is, melynek helyére kiállító termet tervez a város. Az új közművelődési térben épül meg egy színházterem, kiszolgáló egységek és próbatermek a városi civil szervezetek csoportjai részére. A város nem fogja tudni önerőből megvalósítani. Azt gondolom, hogy mint az elején is mondtam, pártállástól függetlenül mindenki fontosnak tartja ennek a létesítménynek a megvalósítását. Így bízom benne, hogy országgyűlési képviselőnk segítségével, a megye egyéb országban további országgyűlési képviselőnek segítségével valóban ezt a beruházást meg tudjuk valósítani. Az eredeti tervek szerinti kultúrház megépítése 5 milliárd forint lett volna, a mostani koncepció 2,5 milliárdból fedezné Bátaszék művelődési házának beruházását.